ennek a kerekasztalnak, ha nem egészen kerek, de a célja az volna, hogy valamiféle ilyen értékelést adjunk arról, hogy egyáltalán ez az egész dolog, amiről most délután folyamán beszéltünk, ez mennyire volt érdekes, hasznos, különböző szempontokból. Majd fogunk látni néhány szempontot, ami szerint értékelni kellene, és hát próbáljunk meg nekiállni. Itt egy meglepetés is van előkészületben, de ezt a rendelkezésre álló időtől függően fogjuk majd realizálni. Megkértünk egy olyan kollégát, aki Amerikában tanul, és ott foglalkozik a Magyarország, illetve a Kelet-Európa számítástechnika történetével, Carnegie Mellon Egyetemnek a filozófia tanszékén, és ő egy videó hozzászólásban fogja elmondani azt, hogy milyen visszhangja volt az ISR-nek a nyugati szakirodalomban. Erre majd később fog sor kerülni, most viszont akkor a kerekasztal keretében akkor megkérném Sándori Mihály tudja el mondani valóját. Elég nehéz helyzetben van az ember, ha 50 évvel ezelőtt a perifériából valamiben belecsöppen, aztán 50 év múlva elkezdenek kérdezni ezzel kapcsolatban. A perifériáról ezt úgy értem, olyan területen dolgoztam az ISR-hez képest, mint a óceánfenék kutató. Kellettek az eszközök, de azt mondják, hogy csinálják. Hogy csinálják, miért csinálják, nem tudom. A Bálint által adott csillagusz, azt hiszem utolsó előtti sorát szeretnék. Néhány mondatot, ez a kultúra. És nem csak a szűkebben számítástechnikai kultúra. Az első. A béketáborban az együttműködés kultúrája, hát enyhén szólva bizonyos keretek közé volt szorítva. Nem lehetett például a hadseregek által használt gépjárművek vonóhorgait szabványosítani. Különböző okokból, nem tudni miért, mindenki akarta, nem ment. Ezért egy óriási eredménynek tartom, hogy az ISR eredményeket tudott produkálni. Egyáltalán most az, hogy ezek mekkorák, mi lett volna, ha ezzel nem érdemes foglalkozni, de azt le kell szögezni, hogy az ISR nélkül az ISR az egyetlen példa ilyen mértékű, sikeres nemzetközi együttműködésre. Ez más területeken is bátorságot ad. Második. A Magyarországon és egyáltalán a akkori szocialista országokban a műszaki értelmiség nagyobbik része nem olyan területen dolgozott, ahol a műszaki fejlesztés eredményeit közvetlenül használni lehetett, hanem valamiféle transzmisszió kellett. Föltalálták az ipari kutatóintézeteket, ezek nagyon gyorsan kiderült róluk, hogy semmi különbség nincs az akadémiai kutatóintézetekhez képest. A KFKI történetében egyszer sikerült egy olyan ipari együttműködést megvalósítani a Vidaktonnal, ami később a ISR szempontjából is fontos volt. A PAP vezérigazgató egyszer följött a KFKI-ba körülnézni, utóbb kiderült, hogy Sebestyén János adta neki az ötletet, elment, és utána a Sebestyén Jánostól tudtam meg, hogy
azt nézte meg, hogy egy kis számítógép gyártását a videókon, azok alapján, amit a KFK-tól meg tud tanulni, elindíthat-e vagy nem. Az az állásfoglalása született, hogy nem. Francia licenc vásárlás előzményeképpen hármunkat, Klacsmányi Árpádot, Márai Zsoltot és Szeré Szentgyörgyöt bízták meg azzal, hogy nézzük meg, hogy érdemes ezt a licencet megvenni. Egybehangzó jelentést írtunk Sebestyén Jánosnak, hogy amennyiben alkatrész licenchez is hozzá lehet jutni, akkor igen, egyébként nem. Pont új bekezdés. Nem találták meg azt a kulcsot, amivel az EMG gépét rejtő szobát meg lehetett volna nyitni. A miniszterhelyettest a Sebestyén fölhozta a KFK-ba, körülnézett, elment, és végül az a döntés született, hogy megveszik a francia licencet, és a KFK-i szájon be, Sebestyén azt mondta, hogy ő bármiben segíti a KFK-t, ha mi mindenben segítjük a videótont, amit kér. Egy sikeres ipari akadémiai kutatóintézeti együttműködés jött létre. Nem tudom, hogy a videótól sikeresnek ítélje, én mindenképpen. Az akadémia utálta a dolgot, mert minek ilyen parlagi dolgokkal foglalkozni. De azt hiszem, hogy megint, mint példa, említésre méltó. A harmadik dolog, amit nagyon röviden érintenék, a kisgép kérdés is sokszor fölmerült. De a kisgép egy tulajdonságáról nem volt szó. És ebben éles ellentétben álltunk tulajdonképpen mindenkivel, aki Magyarországon számítástechnikai képviselt. Képzeljenek el egy olyan számítást, hogy van egy fizikus és egy számítógép. Legyen ennek egy havi költsége, a kettőnek együtt. Úgy, mint a fizikus, meg a, mit tudom én, karóra, meg, és így tovább. Sok ezer fizikus dolgozik, mindenki munkájának van 10% olyan része, amit más fizikusokkal el tud cserélni, az ő munkájuknak azzal a részével, amivel neki szüksége van. Érdekes, hogy mennyibe kerül a számítógép? Nulla. Egy érdekes, hányan használják. Akkoriban a PDP-8 volt minden fizikus, mérnök, asztrológus, mit tudom én ki, asztalán. Ingyen lehetett cserélni ezeket a problémákat, mert a barátom már csak nem kér pénzt tőlem, mert én se kérek pénzt tőlem. És a KFK-i célkitűzése az volt, itt egy félreértés terjeng, hogy egy olyan, nem lemásolni kell a PDP-8-at, az fizikailag lehetetlen. Nem lehet hozzáférni az alkatrész bázisához, és így tovább, és így tovább. Egy olyan számítógépet kell kifejleszteni, ami assembly nyelv szinten kompatibilis a PDP-8-al. Ezt csináltuk meg, és azt hiszem sikerrel, itt elhangzottak számok, hogy melyik számítógépből mennyi került eladásra. A KFK-i TPA-kból 2000 darabnál több került értékesítésre. Azt hiszem ez a szám eléggé magára beszél. Ezért is utáltak bennünket egyébként az akadémián, időnként az iparban is. A ESR való együttműködésben pedig arra az álláspontra helyezkedtünk, mint annak idején Géza fejedelem javasolt István fiacskájának. Azt mondta, hogy elég gazdagok vagyunk ahhoz, hogy két Istent szolgáljunk. Ne törődjél te a
pogányság meg nem pogányság kérdéssel, mind a kettő van, mind a kettőt ki tudjuk fizetni. Nekem azt mondta a főnököm, hogy ne törődjek én ezzel, azzal, amazzal, elég sok szellemi potenciálunk van ahhoz, hogy mindent megcsináljunk, amit a sebestyén kér, ez egy kritikus dolog volt, és így jól megleszünk. Én azt hiszem, hogy ezzel be is fejeztem. Köszönöm a figyelmet. Például annak a EMG-s kulcs elvesztő sztorinak a teljesen részletes szemtanútól származó interjúja az megtalálható az ITF-nek a honlapján, a Kutor Laci és a Pál László közötti beszélgetésben, amiben ez az egész sztori részletesen le van írva, tehát szíveskedjetek ellátogatni az itf2nyst.hu honlapra. És ott sok-sok érdekes dolgot lehet találni. Akkor most én megkérném Ervin. Örülök, hogy ez a rendezvény létrejött. Szerintem elhangzottak olyan dolgok, amik az én véleményembe is beépülnek. Különösen Kázsmér János előadása volt számomra megvilágosító. Mi, mint SKI-sok, kemény, mondjuk azt, hogy harcban álltunk a videótonnal, és nem mindig értettük meg egymást. Amit te ma elmondtál a videóton filozófiájáról, az nagyon jól helyre tette ezt a dolgot. Most elnézést kérek, nagyon röviden azokat a közhelyeket elmondanám, amiket egyébként is éreztem magamban, de amiben megerősített ez a mai rendezvény. Szerintem az ESR program legfőbb haszna az volt, hogy áttörte azokat a tudati, ideológiai, politikai gátakat, amik a számítástechnika előtt tornyosultak 61-ben, amikor én a Micu munkatársaként beléptem tulajdonképpen a KFK-ban ebbe a körbe, és a társadalomban tudatosította az informatika, vagy akkor mondtuk a számítástechnika fontosságát. A másik azt, hogy szakemberek százainak nyújtott képzési, bizonyos értelemben korlátozott világlátási lehetőséget, ami különben nem lett volna. Ez a tudás, ez mind a mai napig érezhető a magyar társadalomban, és ez nagyon nagy mértékben az ESR-nek tekinthető. A mai előadásokból az is kijött, hogy tulajdonképpen akiknek a kezében elsősorban Sebestyén Jánost említeném én, és ennek a programnak az irányítása le volt téve, azok bölcs emberek voltak. Zárójelben jegyzem meg, hogy lehet, hogy Sebestyén János ezt a bölcsességet a dunaújvárosi bölcstelenségből levont tapasztalatai alapján, vagy én mindig úgy éreztem, hogy a Sebestyén János az informatikai programmal helyre akarta hozni azt a stratégiai tévedést, ami ezzel az egész magyar nehézipar fejlesztésével volt, ő ennek úgy tudom, hogy a kormány biztosa volt. Ez a bölcsesség, ami megmutatkozott, ez az, hogy a akadémiához nagyon hasonlóvá vált ipari kutatóintézetek kezéből kiszedte a licenciát, a tényleges gyártást, és azt odaadta a gyártók kezébe. Mi ezért, én is, aki az SKI-ban, meg később a számban voltam, húztunk az orrunkat, hogy hát mi több részt követeltünk volna ebből a dologból. Ennek ott volt a helye. Ott volt az a komplex mérnöki, gazdasági szemlélet, amelyik a termelési számokban, az eredményekben is látni tudta, hogy mi következik. És nem baj az, hogyha én SKI-s is voltam 10 évig, hogyha az SKI szerepére nagyjából azt mondjuk, hogy ő volt az a Patyomkin fal, amelyik az ESR nemzetközi vezetése felé
szimulálta azt, hogy mi teljesen kompatibilisak vagyunk az ÉSZ-rel, és tulajdonképpen ezen a falon keresztül védte a viszonylag szabadon működő magyar ipart. És ebben nagy bölcsesség volt, még akkor is, hogyha ebbe a résztvevők nem voltak beavatva. Mert ha belettek volna avatva, akkor a Pali nem mondhatta volna el azt, hogy micsoda elkötelezettséggel dolgoztunk egy olyan R15-ön, amiből a végén nem lett gazdasági eredmény, vagy nem lettek azok a gazdasági eredmények, kellettek volna. Na most a Tóth Tamástól fölbátorodva elmondom azt, hogy én mit nyertem ezen az egészen. Tehát egyrészt a számítástechnikával való intenzív kapcsolatom, ez az ÉSZ-er eredménye volt, de ennél egy sokkal általánosabb eredmény is. Ez pedig az, hogy a környező szocialista országok kultúráját, kapcsolatait, embereit megismertem. Azt, hogy más módon is lehet gondolkodni, és erre egy anekdótaszerű, de igaz történettel válaszolnék. Micu biztosan tudja, ha nem tudja, akkor most tudja meg, hogy a mikroelektronikai bázis tanácsnak én lettem a magyar tagja, holott ők értettek a mikroelektronikához, én Gyöngyösön fölépült az üzem. Az úgy történt, hogy szóltak, hogy menjek be a Martinelli térre a Sebestyén elvtárshoz. Bementem, azt mondta, hogy Ervin, ilyen rendőr Pertuban voltunk, én Ervin voltam neki, nekem ő Sebestyén elvtárs. Maga lesz a mikroelektronikai bázis tanács magyar tagja, de Sebestyén elvtárs. Én ugyan villamosmérnök vagyok, de az integrált áramkörökhöz nem értek. Az nem baj, az direkt jó. A maga feladata az lesz, hogy megakadályozza, hogy ez a sok lelkes mikroelektronikai szakember az a magyar népköztársaság teherviselő képességét meghaladó vállalásokat tegyen nemzetközi szinten azért, hogy majd idehaza hozzám eljöjjön, és azt mondja, hogy Sebestyén elvtárs, meg kell ezt a dolgot valósítani, muszáj erre pénzt adni. Rendben van, akkor tekinthetem-e úgy, hogy ez az általános tárgyalás irányelv. És hogy ez nem mese volt, az a következő volt. Volt olyan ülés, már nem tudom melyik, amikor kimegyek a moszkvai tárgyalóteremben, ülök a nemzeti színű zászló mögött, és egyszer csak kiderül, hogy mindenki, mint egy összeesküvés, meg akarja szavazni, hogy az Intel mikroprocesszorát, ami abszolút újdonság volt, azt a magyarok csinálják meg. És mindenki rám nézett, és én föltartottam a kezemet, és azt mondtam, hogy nyet. A következő volt. Az orosz elnök szünetet rendelt, ez a szünet egész nap tartott. Másnap értünk a kocsikonvoj, hazavitt bennünket a szállodához, másnap jött a kocsikonvoj, bevitt minket a tárgyalóterembe, bevittek a büfébe, egész nap a büfében ültünk. Általában az ÉSZ-er tárgyalások úgy zajlottak le, hogy hétfő reggel kezdődtek az ünnepi beszédekkel, és akkor pénteken volt az ünnepi aláírás, a tarzsesztvenői úzsin, meg az opera látogatás, meg a nem tudom micsoda. Nem volt ünnepi vacsora, nem volt színházlátogatás, ellenben egy semmit mondó jegyzőkönyvet mindenkinek az orra elé tettek, hogy itt írjuk alá. Hazamegyek, a szombaton jött, tehát pénteken, szombat reggeli az első géppel jöttünk haza Moszkvából. A Sebestyén elvtárs sofőrje ott vár a repülőtéren, hogy nix hazamenetel, most megyünk a Martinelli térre. Bemegyünk a Sebestyénhez, azt mondja, hogy tudja mi volt? No, nem tudom, de azért úgy sejtem. Most izzottak a telefonok, aminek a lényege az volt, hogy ezt a Kovács Ervin nevű senki házit azonnal vonják ki az egész ÉSZ-erből a együttélés lenini normáinak a súlyos megsértése miatt. És mire én azt mondtam, hogy a Kovács Ervin csak azt csinálja, amire a megbízása volt. Erre azt szeretném mondani, hogy ehhez nem kis bátorság kellett, nem nekem, hanem a Sebestyén Jánosnak. Másik történet, ez most ugye arról beszélek, hogy megszokni egy kultúrát, tehát hogy működik ez az egész dolog, ami mind a mai napig, tehát amikor én turistaként tavaly Szentpétervárot jártam, akkor én úgy éreztem magam, hogy én zu Hause vagyok. Hát itt ismerem az embereket, ismerem a gyezsurnaiákat, ez a következő volt.
hogy kritikus a tárgyalásokon mindent részletesen megbeszéltünk óriási viták keretében, utána fölálltunk a tárgyalóasztalhoz, hazamentünk a szállodába, színház, én nem tudom micsoda, és a jegyzőkönyvet valakik valahol megírták, és ezt a ünnepélyes vacsora kitett zászlók előtt mi szépen aláírtuk, akkor jöttek a titkosító szakembereket, ez ilyen dupla csomagolásba elcsomagolták, és amikor mentünk haza, akkor ezt a dupla csomagot a kezünkbe nyomták, ezt csak oda-haza lehetett kinyitni. Megyek haza a jegyzőkönyvvel, úristen, ebben nem az van benne, amit megállapodtunk, hanem épp az ellenkezője, de már nem is volt izén, mert már megyek a Sebestyén nevtárshoz, akkor mit csinált maga? Hát mondom, nem tudom, mit csináltam, én biztos nem ebben állapodtam meg, de azt mondja, ez nem így megy. Valaki, nem, most már nem emlékszem, talán a Pali mondta, hogy, vagy a Garéi mondta, hogy minden ellentét ellenére nagyon jó emberi légkör volt ezeken a megbeszéléseken, és mikor a legközelebbi ülésre megyek ki, akkor mondom a szovjet elnöknek, hogy hát nekem állati nagy bajom van, ez így nem fog működni, azt mondja Ervin, hát ezt nem így kell csinálni. A 315-ös szobában a Mariusa gépeli a jegyzőkönyvet. Amikor mindenki föláll az asztaltól, és összebolhászkodik, és megy a programjára, akkor te menj fel a 315-ös szobába, vigyél a Mariusának egy doboz konyakmegyet, és kérdezd meg, hogy Mariusa daragája, moznátatak piszágy? Még mozna, Ervin, kanyésno, beleírta ezért. Hazamegyek Sebestyén. Na, látja maga, tudja, hogy kell csinálni. Mikor a következő előadás, a ürésre mentem ki, akkor azt hitték, szabad itt olyanokat mondani, hogy szétrúgják a seg. Ezzel ellentétben az történt, hogy átölelték a vállamat, és azt mondták, hogy maladjetsz, te uzsanási, tehát már olyan vagy, mint mi. Hát te nem vagy, nem, de hát ez értjük egymást, és ettől kezdve soha semmi baj nem volt. Na most azt akarom mondani, hogy ezt a fajta tudást, és nagyon sok ilyet tudnék felsorolni, 100 hajszál éren keresztül beépült a mai énembe, amit én nagyon jól tudok felhasználni, és gondolom, hogy nem egyedül vagyok ezzel. Elnézést az anekdotázásért. Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves kitartót, aki még itt a vacsora helyett is a kerekasztal beszélgetésünket hallgatja. Én, hogy ne húzzak sok időt, sejtve, hogy a végén ez úgyis sürgőssé válik, megpróbáltam összeállítani részben a Bálint által javasolt szempontok alapján. Ahhoz, hogy ezt a szempontot érteni lehessen, azt kell elmondanom, hogy én a mindennapok gyakorlatából jöttem, magyarán mi az orosz, illetve szovjet relációból beérkezett számítógép rendszereknek a napi szapportját adtuk a kollégáimmal, és naponta szembesültünk, hogy mi érkezett ide, minek kellene működnie és hogyan, és a naponta találkoztunk a felhasználókkal is. Úgyhogy ez az a bázis, amiből én az értékelést kell, hogy lássuk. Én azt gondolom, hogy maga a program a számítástechnikai haladás szempontjából és kifejezetten a magyar számítástechnikai haladás szempontjából egy nagyon-nagyon fontos program volt. Először is én azt gondolom, hogy 68-ban ez egy bátor politikai döntés volt. Csak gondoljuk meg a magyar gazdasági mechanizmusnak a jegelését egy perc alatt. Megúsztuk azt, hogy ezt megszüntessék. A Bálint nagyszerűen az előadásában rámutatott erre, hogy azért nem kis viták voltak itt. Nem volt ez egy egyszerű menet. Szerintem szenzációs volt, hogy önálló struktúra alakult ki. Ez az apparátus és a politikusok helyett a szakemberekhez vitte el a döntést, jogkörét. Ez egy óriási lehetőség abban az időben. 68-at írunk. Nagyon nagy döntés, és nem volt ez egy magától értetődő döntés, hogy egy alig 3-4 éves mutató iparági szabványként, aztán később természetesen a fejlődés során abszolút elismert
iparági szabványá váljon az IBM-nek a szabványa, hogy ezt magáévá tette. Egyrészt nyilván itt elsősorban szovjet hatást érzékelhető, ahogy a Bálint ezt említette. Magyarországra ez egy kicsit vegyes hatást. Én direkt elhoztam, kinyomtattam az 1969-es statisztikai évkönyv 3 oldalát, amiben benne van, hogy akkor milyen gépek voltak, rendszerek Magyarországon, és kik voltak a felhasználók. Teljesen megdöbbentő az az elképesztő széles skála, amiben mi itt az Eliottól, a Bulgamán, a Gíren, a Univac 1004, 1005, stb. Elképesztő széles kategóriában voltak gépeink, hihetetlenül szerintem gazdaságtalanul működve, és nyilvánvaló, hogy az IBM csupán 3 kis modellel, a 360x20-assal, az a 20-as, amelyik messze kilóg, az ESR-nél sem jött egyáltalán ez szóba. A 20-as modell volt 3 darab összesen az országban. Én magam se tanultam még IBM architektúrát egyáltalán. ICL-t, meg Siemens-t, meg mit tudom én, miket tanítottak. Tehát ebben az országban ennek akkor, abban az időben nem volt oly mértékű elterjedése, hogy ez teljesen logikus legyen. És szerencsénk van, hogy ez a bizonyos ESR program fölvállalta ezt, hál' Istennek, ami aztán részben a magának az iparágnak, a számítástechnikának a normál fejlődésével is, illetve itt a Magyarországon az ESR segítségével is részben, vagy hozzájárulásával, aztán ez a mi géppark állományunk is kitisztult, és egyre inkább a mainframe-ek gyakorlatilag IBM kompatibilisek lettek. De ez azt jelenti, hogy minden, amit tettünk, amit megtanultunk, az egy konvertibilis tudás volt. És nem azért évült el, mert ESR-t tudtunk, hanem azért évült el, mert ez a szakma olyan elképesztő ütembe megy, és fejlődik, hogy amortizálódik pillanat alatt a tudás. Tehát maga a program szerintem nagyon jó volt. Ami igazán itt az importgépeknél borzasztó probléma volt, az a szovjet relációból beérkező rendszereknek, a gyártótól a felhasználóig terjedő út, ami a legfontosabb lenne egy programnál, az kikerült a hatókörünkből. Nem volt senkinek az az ereje, az az eszköze, amivel ezt egy jobb helyzetbe lehetett volna hozni. Ennek az lett a következménye, hogy bekerültek olyan gépek, olyan rendszerek ide az országba, aminek bizonyos részei, hát vagy soha az életben nem is voltak még bekapcsolva se, vagy hogyha be voltak, akkor se lett volna szabad, hogy ide kerüljön, mert a gyártóknak a saját belső szabályzatát, ha csak azt betartják, akkor is jobb helyzet lenne. Ez ugye a gazdaság számára, itt a második opciónál van hatással. Ezen túlmenően van egy technológiai elmaradás is, az nyilvánvaló. Sok összetevője van ennek. Ne ragozzuk a fegyelmezetlenségtől, az alkatrész problémánál sok minden volt. Ami a lényeg, hogy ezeknek a két egymás közti meghibásodás közti idő az ugye rövidebb volt. Ezzel számolni kellett. És aki ügyfél számolt ezzel, megfelelő háttérkapacitásokat biztosított, az kitűnően tudott dolgozni, és nagy feladatokat meg tudtak oldani. Én csak példaként idehoznám a Kerszit például. Egész Budapest kisboltjainak ellátását ESR gépeken futott. És az angyal Zoli, aki ennek ott akkor a tudora volt, és a főnöke, egy olyan példára emlékszik, amikor egy jobkártyát a kis operátor lány eltévesztett, és ennek következtében reggel csodálkoztak a sofőrök, hogy olyan irdatlan mennyiségű tejföl kell, kiderült, hogy a kefír meg a tejföl összekeveredett. De el tudták látni Budapestet minden gond nélkül ESR gépek segítségével. És én azt is tudom, amikor Miskolcon az egész borsodi iparvidéket nyugodtan rá lehetett bízni ESR gépekre.
Tehát a gazdaság számára a torzpiaci viszonyok közt nem nagyon van adekvát válasz. Én azt gondolom, hogy annyit lehet mondani, hogy nagy valószínűséggel alacsonyabb hatásfokkal térültek meg ezek a gépek, és alacsonyabb hatásfokkal váltak gazdasági, vagy hoztak gazdasági eredményt, mint a nyugati testvéreik. Körülbelül azt lehet mondani, lásd a Skodát és a nyugati gépkocsit, vagy lásd a Ladát és a nyugati gépkocsit. Ez volt a technológiai különbség. Itt is volt persze Zaporozsec is, lásd a Bolgár 100 megást, ami tényleg katasztrofális volt, és ami helyett pont azért, mert IBM szabványúak voltak ezek a gépek, nyugodtan tudtunk BASF-ként terjedt el, de az tulajdonképpen Century Data System gyártmányú, egykori amerikai és aztán 20 évig dolgozó gépek majd idejöttek, és még itt is szó nélkül dolgoztak, és csak egy röhelyes sztori, a Számalknál, illetve a Számok székházában, a Szakasicson lévő IBM géphez ugyanilyen BASF sort tettünk, és számtalan ESR géphez. Az ESR gépnél szó nélkül azonnal működött, hát az IBM-nél nem. Az IBM-nél bizonyos problémák voltak, kiderült, hogy szinkronizálási gond van, és bizony a 200 megás vezérlőből az úgynevezett gyorsabb, nagyobb frekvenciával dolgozó soros párhuzamos átalakítót kell betenni ahhoz, hogy működjön az IBM géppel. Tehát tudom, szakmaiatlan, hülye a szöveg, de jobban kompatibilis volt az ESR, mint az IBM, ugye? Szóval ezek ilyen dolgok is voltak. A művelők számára szerintem eszméletlen, széleskörű elméleti gyakorlati képzés volt, ezt már itt hallottuk, az Erdő nagyszerűen rávilágított, így van. Sőt, ami a gazdasági oldalon relatív veszteségként jelent meg, az szerintem a tudás oldalon jelent meg, és hát nagyon sok példát tudnánk mondani arra, hogy bizony nagyon keresettek voltak a szakemberek. Erre a meghívót én például elküldtem egykori kedves kollégámnak, Világi Tamásnak, aki az ESR rendszereknél annak idején az operációs rendszerekért felett. A Tamás, vagy 20 akárhány éve kollégák vagyunk az IBM-nél, csak ő éppen Amerikában van, mert azonnal rácsaptak, és azóta se jött haza, és a kinti IBM részlegnél van. Az alkalmazók számára szerintem ez egy vegyes dolog, mert volt, ahol várták, volt, ahol nem. Volt, ahol tényleg dolgozni kellett, vagy sőt, szolgáltattak a géppel. Másképp álltak hozzá, mint azok, akik tanulták, hogy mit is lehetne ezzel kezdeni. De ők is olyan tapasztalatokat szereztek, ami aztán a rendszerváltáskor egy teljesen zökkenőmentes felhasználói magatartást jelentett. A kultúra számára a legfontosabb. Gondoljátok meg, hogy még egy segédmunkás is, ha más nem, találkozott egy vízóra leolvasó papírral, ami számítástechnikai feldolgozásra volt előkészítve. Ha más nem, legalább azt tudta, hogy egyes, nullát, vagy nem tudom mit kell, és hogy kockába kell írni. Tehát ha más nem, akkor ennyi. Fantasztikusan fontos szerintem, pont ez a 69-es lista mutatja meg a vidék és a Budapest közti óriási különbséget. Budapest-centrikus volt a számítástechnikánk, és elévülhetetlen érdeme van az ESR-nek ahhoz, hogy ez egy kicsikét a kiegyenlítődés irányba mozdult el. Nemzetközi kapcsolatok, én azt kell, hogy mondjam, itt már hallottuk, egy hat ország ilyen nemzetközi együttműködése, ahol 73-ra, 68-ban volt a Kosygin levél, 73-ban 150 darab apróbált gép volt az első moszkvai ESR kiállításon. 150. Tehát, hogyha innen nézzük, miközben telex volt maximum, vagy hogyha a gyévuska 12 órán belül ugye tudta kapcsolni a telefont, úgyhogy a magnó is el tudott indulni, hát akkor már borzasztóan boldogok voltunk egy ilyen infrastruktúra mellett. Tehát ez egy szerintem tényleg egyedülálló
ilyen értelemben ez az együttműködés, függetlenül attól, hogy mi valósult meg, és mi nem igazából. Hát én nagyjából azt gondolom, hogy ennyit értemes hozzátenni. Talán egy, ami itt az approbációk többször elhangzottak. Szerintem ez kitűnően működött, legalábbis itt mi Magyarországon. Soha olyat nem tapasztaltunk, hogy egy szovjet gyártmányú, mit tudom én, vezérlőhöz ne lehetne hozzákapcsolni NDK-t, bolgár, bármit. Olyan probléma soha nem volt, hogy két különböző helyen gyártott berendezés, Isten tudja milyen alkatrészből, Isten tudja, hogy milyen forrásból gyártották, hogyha itt össze volt kapcsolva, nem működjön. Tehát itt azért én azt gondolom, hogy a kollégáink, akik ebben részt vettek, meg a más országokból is, igencsak profin cselekedtek. Hát én köszönöm szépen. Utoljára én csak meg szeretném köszönni, vagy egyáltalán kifejezni azt a hálámat a saját sorsom iránt persze, hogy ennek a nagyszerű közösségnek én tagja lehettem, és együtt dolgozhattam veletek. És hát az ember életében nyilván nem csak egy rövid időszak, de mégis döntő, ahogy itt ez már többször elhangzott, az Ervin is említette. Az ember tényleg olyan fantasztikus dolgokat tapasztalt meg, amit egész életében használhatott. Köszönöm szépen a figyelmet! Na hát köszönöm szépen ezt a utolsó szóként is elhangzott, és azt hiszem, hogy a pozitív hangnem szempontjából jó végszónak is tekinthető hozzászólást. És akkor én nem kérdezem meg, hogy van-e valakinek hozzászólni valója, viszont azt hiszem, hogy ha eddig itt voltunk, akkor szálljunk még rá 7 percet arra, hogy megnézzük azt a videó hozzászólást, ami az ESR programnak a nyugati visszhangjáról szól. És érdekes lesz. Szabó Máté kollega, mint ahogy említettem, ELTE-n végzett matematikusként, valahogy kikerült a Carnegie Mellon Egyetemre, ott elvégezte a PhD-t, és jelenleg most még ott tanít. És megkértük arra, hogy nézzen körül ebben a témában, és ennek az eredményeit fogjuk most mindjárt látni. Szeretettel köszöntök mindenkit, Szabó Máté vagyok, és először is szeretném megköszönni Dömölki Bálint igen megtisztelő felkérését, hogy egy pár szóban beszéljek az ESR nyugati megítéléséről. Mielőtt rátérnék a témára, egy pár szóban szólnom kell a forrásaimról. Sajnos az ESR-nek meglehetősen kevés angol nyelvű történeti forrása van, és ami elérhető, az is alapvetően keleti történészektől származik. Így nekem más források után kellett néznem. Természetesen a hidegháború alatt a Nyugat és különösen az Egyesült Államok a nagy érdeklődést mutatott a Szovjetunió és a keleti blokk iránt, így én kortárs tudományos folyóiratokból, illetve nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó kutatók írásaiból, valamint néhány a titkosítás alól feloldott CIA aktából tudtam tájékozódni. Ennyit a forrásaimról. Az ESR nyugati megítéléséről 3 fázisban fogok beszélni. Először is a megelőző évtizedről, a 60-as évekből, utána a 70-es, illetve a 80-as évekről. Szóval a 60-as években a szovjet számítógépeket az amerikaiak úgy látják, mint amik legalább olyan jók, gyorsak, vagy legalábbis közeliek, mint az amerikaiak, de úgy tekintik, hogy az egész keleti blokkban elenyésző mennyiségű számítógép van, és még ehhez a kevés számítógéphez is gyakorlatilag semmiféle szoftveripar nem található, emellett megjegyzik, hogy nyugati mintájú kiszolgálóipar, tehát számítógép installálás, karbantartás, alkatrész utánpótlás nincsen, valamint hogy a perifériák gyenge minőségűek. A Szovjetunió mellett a többi kisebb kelet-európai országról úgy gondolkoznak, mint amik szintén
alig rendelkeznek számítógéppel, a belső piac kicsi, és a belső nemzeti ipar nem tudja ellátni őket. A pozitívumként általában Csehszlovákiát és Lengyelországot hozzák föl, és úgy általánosságban úgy ítélik meg, hogy a 60-as évek végén a keleti blokk nagyjából 5-10 évvel le van maradva a nyugathoz képest. Ehhez képest a 70-es években az ESR-t alapvetően pozitívan és alapvetően sikeresként ítélik meg, mint, és ez itt nagyon fontos, mint a 60-as évekre adott, vagy a 60-as évek problémáira adott választ. Tehát például az IBM 360-as család átvételére úgy tekintenek, mint egy kifejezetten racionális, észszerű konzervatív döntésre, és általában megemlítik azt, hogy további amerikai cégek is átvették az IBM 360-as architektúrát, amiről már lehetett tudni, hogy egy jól bevált számítógép család. Emellett megjegyzik azt is, hogy hogy a szoftveripar kifejezetten le van maradva, az az ötlet, hogy az ESR gépeken fussanak az IBM szoftverek kicsi módosítása, nagy előnyt jelent a már több millió dollár értékben megírt szoftverek átvételére. Emellett megjegyzik azt is, hogy a perifériák minősége sokat javult a 60-as évekhez képest, és hogy látszanak valamiféle kiszolgáló ipar kezdetei, legalábbis a 70-es évek közepétől. A nemzetközi együttműködésre az ESR-ben úgy gondolnak, mint ami tulajdonképpen minden tagállamnak jó. A Szovjetuniónak azért, mert ők alapvetően el vannak zárva a nyugati technológiától, így a keleti kisebb országokon keresztül, amik kapcsolatban állnak nyugati cégekkel, illetve nyugati licenszekkel rendelkeznek, a Szovjetunió így hozzá tud férni nyugati technológiához. A kisebb keleti országokra pedig úgy gondolnak, hogy ez az elköteleződés nyilván stabilabb anyagi hátteret jelent, illetve gyakorlatilag garantált hozzáférést a Szovjetunió nagy piacához. Amikor kelet-európai országokat külön emelnek ki, akiknek jót tett az ESR működés, együttműködés, akkor általában Kelet-Németországot emelik ki, mint az R40-es gyártóját, mint Bulgáriát, mint ami nagy előrelépést tett a memória perifériák terén a korábbi nem létező iparához képest, illetve Magyarországot mind az R10 minősége miatt, mind a kezdődő szoftveripar miatt, illetve a grafikus terminálok gyártása terén. Emellett egy másik szempont, ahogy az ESR-re gondolnak a 70-es években, az ESR mint egy nagy nemzetközi multinacionális cég, hiszen az ESR-ben kutatásfejlesztés folyik több országban, a piaca több országon átível, és a többi, és így, mint egy nagy multinacionális cég, úgy ítélik meg az ESR-t, hogy a világ második legnagyobb számítógépes cégének tekinthető az IBM után. Az alapvetően pozitív kép mellett a 70-es években persze vannak kisebb kritikák. Az együttműködésről például azt mondják, hogy ez alapvetően kétoldalú együttműködéseket jelent, tehát a kutatás, fejlesztés és a tudás nem áramlik szabadon a keleti blokkon belül, hanem általában kisebb országok kétoldalú együttműködésekben vannak a Szovjetunióval, illetve hát megjegyzik, hogy noha előrelépés történt a 60-as évekhez képest, azért a keleti blokk számítógépei, illetve kiszolgálóiparra még mindig lassabb és valamelyest elmarad a nyugathoz képest. A 80-as évekre ez az alapvetően pozitív megítélés negatívvá változik, de más a mutatók mentén. Tehát még a 70-es években úgy gondolták, hogy az ESR egy jó válasz volt a 60-as évek problémáira, a 80-as években már elkezdik az ESR-t a nyugathoz viszonyítani, és úgy érzékelik, hogy továbbra is a gépek lassúbbak, a kevés számítógép érhető el, az ESR-t úgy látják, hogy továbbra is alapvetően átveszi az IBM architektúrát, és kevés helyi innováció van, illetve hogy nem sikerült a keleti blokkon kívüli piacra betörnie az ESR gépeknek, és úgy látják, hogy a keleti blokk lemaradása a számítógépek terén továbbra is 5-10 évesnek tekinthető, és az ESR, mint a felzárkózásra tett kísérlet,
tulajdonképpen sikertelennek bizonyult. Köszönöm a figyelmet. No, hát akkor hallottuk a véleményeket. Számomra érdekes benne az, ami nincs benne, és pedig az, hogy amikor keresett a ESR-ről szóló nyugati szakirodalmi forrásokat, akkor lényegében csak az itt ismertetett 60-as, 70-es, 80-as évekbeli, tehát korabeli forrásokat talált, és nem nagyon talált olyanokat, amelyek a mai szemmel, vagy a 90-es, vagy 2000-es évekből visszatekintve beszéltek volna ezekről a dolgokról, mint ahogy például, amit én mutattam, hogy erről a hálózatos dologról az internet, vagy nem internet, ez még ma is izgatja a nyugati szakmatörténészeket, de úgy látszik, hogy az ESR fölött már úgy napirendre tértek, és egyáltalán az, hogy ez most másolás volt, vagy ildomos dolog volt, vagy nem, az nem izgatja olyan különösebben őket. Tehát a IBM architektúrának a másolását azt nagyjából ugyanúgy tekintik, mint a más cégek által legálisan csinált System 4 vagy Siemens klónoknak a létrehozását, és az, hogy ez különbözne, az úgy különösebben nem izgatja őket. De hát mindegy, ilyen az élet. No, hát én szeretném akkor megköszönni azoknak, akik még kitartottak a részvételt, és mondanám azt, hogy a videók azok meg fognak jelenni egy olyan néhány héten belül a ITF-nek a honlapján, ahol még egyszer szeretném megismételni a honlapnak a címét, hogy itf2.ngst.hu, és ezen sok érdekességet találnak még. Itt csináltunk egy összeállítást, ami szintén ott megtalálható, ami a adattárunkban az ESR-rel kapcsolatos forrásokat próbálja összeszedni, de ez még bővíthető is, például azzal, amit az előbb említettem, hogy az EMG kulcssztoria van részletesen leírva, egy Pál Lászlóval való interjúban, és sok más érdekes dolog is található, tehát tessék böngészni ezen a honlapon. Köszönöm szépen!